A Bárka Fesztivál a jelképekről is szól. Önmagában a bárka megjeleníti mindazt a történelmet, mely Tolnát, a Dunát, a hajózást és a halászatot összeköti. És most, hogy a fesztivál visszaköltözhetett eredeti helyére, a folyópartjára, a megújult, átalakult és megszépült partra újabb erőt kapott. Látszott a látogatottságon, különös jelentőséggel bír ez a tolnaiak számára. Akkor egyre többen kérdezik meg azt, hogy mi a jó abban, hogyha az ember polgármester. És szoktam mondani, hogy nagyon jó az, amikor az ember szalagot vág át, és fizikailag valamit átad a település lakóinak. Értem ezzel ott például ezt a gyönyörű rendezvényhelyszínt, ahol most vagyunk. Vagy az uszodát, vagy az iskolákat, óvodákat újítjuk fel, vagy járdát adunk át. De öröm az is, amikor nem fizikai valójában adunk át valamit, hanem valamit, amiben látjuk, hogy talán egy kis törődést éreznek a városlakók. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. Ugye minden évben, most már hosszú évtizedek óta van a városnak egy nyári fesztiválja. Ezt tizedik éve hívjuk éppen Bárka Fesztiválnak. A tavalyi évben a Dunapart felújítása miatt más helyszínre kényszerültünk, de ebben az évben újra itt a Dunaparton kötött ki a bárka, és újra itt van a Bárka Fesztivál. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy egy tényleg gyönyörű természeti környezetben lehetünk, és egy nagyon szépen felújított rendezvénytéren. A kollégáim igyekeztek egy olyan programsorozatot összeállítani erre a másfél-két napra, ami idősnek, fiatalnak, kicsinek és nagynak szórakoztató. S ha már bárka, igazi hajóúsztatás nélkül nem is lehetne hű a nevéhez. Tolna közkedvelt együttese az ifjúsági fúvózenekar tagjai építettek, igaz nem fából, egy bárkát, ami zenei aláfestés közepette szelte a habokat. Egy társadalmi szerepe van minden civil szervezetnek, az, hogy megmutassa magát, az, hogy miről is szól, mit csinál, hogyan csinálja, megmutassa azt, hogy egész évben miért dolgozik, hogyan dolgozik, és hogy ezáltal is be tudja vonni a Tolna lakosságát a civil szervezet élete munkájába, vagy vissza tudjon adni az a civil szervezet valamit abból, amit esetleg kap a várostól, a lakosságtól. Építettünk a Tolnai Kulturális Központban egy PET palacból álló hajót, amivel szeretnénk fölhívni a figyelmet a környezetvédelemre, az, hogy mennyi műanyagot termelünk, mennyi műanyag szemetet termelünk, és ennek apropójaként pedig akkor a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar a Karib-tenger kalózait fogja eljátszani. Nagyon sok minden tartozik hozzá egy város, a városi léthez, de mindenképpen hozzá tartozik egy olyan, és ezért is igyekeztünk nem csak egy sima nyári fesztivál nevet adni, hanem olyat, ami valóban Tolnára jellemző. Tolnának jelképe a bárka. Ugye évszázadok, vagy akár ezer éve itt vagyunk a Duna mellett, ugyan a Duna szabályozás, akkor az élő Dunával már nincs kapcsolatunk, de azért Dunapartunk van, és ha Dunapartunk van, akkor bárkánk is van. És én azt gondolom, hogy ez egy remek ötlet volt 10 évvel ezelőtt, hogy ezt a fesztivált Bárka Fesztiválnak nevezzük el. Én nem tudok arról, hogy az országban máshol lenne ilyen néven rendezett rendezvény. És ha már van fesztiválja a városnak, ahová hazajárnak az elszármazottak, van fúvózenekara is, akinek tagjai más együttesekben is viszik a helyi zeneoktatás sikerének hírét, egyértelmű volt. A nap egyik legnépszerűbb produkcióját az a Band of Steel adja, akinek tagjai közt játszik a helyi zenekar karnagya, Tari Gergely is. És persze más további programok is színesítették az idei Bárka Fesztivált. Kiállítás nyílt a tolnai születésű, nemrég elhunyt fotós Gottwald Károly képeiből,
és felszentelték a megújult és megszépült parókia épületét is. Ezekről is rövidesen beszámolunk önöknek.